Szerencsére az, az igazság, hogy a miniszterelnök úrhoz, mikor mentem ezzel a kéréssel, nem kellett sokat győzködni, mert kiderült, hogy 30 éve valamikor ide járt az egészségházba, talán fogászatra vagy sportorvoshoz. Biztosítottam róla, hogy 30 év alatt az az állapot, amire ő emlékszik, az csak sokat romlott. . 2017 tavaszán a hivatal ezen része átköltözött egy sokkal kulturáltabb, modernebb épületbe, mégpedig a Kőrösi Csoma Sándor úton található Balusztrád irodaházba. Tudtuk meg dr. Horváth Tivadar hivatalvezetőtől. Mindannyiunk közös büszkesége, hogy Kőbánya gondosan ápolja ennek a rendkívüli embernek az emlékét, egy sétány és egy út, ahogy az előbb is hallottuk, a kulturális központ viseli a nevét, nálunk található Budapest egyetlen köztéri Kőrösi Csoma szobra, és idestova 10 év emlékezünk meg halálának az évfordulójáról. Jellemzik Csoma Sándort a leplezetlen őszinteség, nyílt szívűség, igazmondás. Úgyhogy bátor vagyok állítani, miképpen minden szava, beszéde, szentírás hitelességű volt. A KEF ugye nagyon sok tagszervezetből áll, a prevenció, a kezelésellátás, illetve a kínálatcsökkentés a rendőrség részéről, tehát ez nem csak a bárkának, illetve a KEF-nek a munkája, hanem valamennyi tagszervezet, amit tudott, beleadott. Nekünk ugye segítségünkre van ebben az egész nyugdíjas akadémiában a Zsigmond Király főiskola, illetve most már Zsigmond Király Egyetem, hiszen annak idején ezt mi velük közösen indítottuk el.